Üdvözlök mindenkit a mai videóban. Nézzétek állnak, hogy be vagyok rakadva, így nem nagyon tudok kijönni ebből. Ezek voltam mostanában. Azért is nem volt videó, meg nem is tartózkodtam itthon. Viszont újra itt vagyunk. Ami szomorú, hogy könnyen lehet, hogy véget ért az űrzáv szezon, és én erről pont lecsúsztam. Hát ez még mi? Ebből már találtam egy jó néhányat, de nem azért jöttünk. Hát azért kijöttem megnézni, hát ha így az idei utolsókat el tudjuk csípni. Látjátok, itt vagyok. Szokásos piruló űrlábas helyünk. Hát ez most nem mutatja azt a képet, amit én elvártam tőle. Rengeteg szokott lenni, így magász, és kb. Ilyen aratós szinten. Hát ez most nincsen. De azért reménykedem benne, hogy néhányat sikerül ma is hazavinni. Hát tartsatok velem, és reménykedjünk a legjobbakban. Hajrá! Meg itt vagyunk a tetején, elmegyünk erre, és akkor elkezdünk visszafele, lefele haladni, de inkább úgy arrafele. Aztán reméljük, hogy lesz valami. Eddig sajnos nem sok mindent találtam. Állj, meg nem örülök. Még az erdő az, ami piszok szép, rohadt jól néz ki. Jaj, üres kosárral megyek haza, gyerekek. Na jó, nem volt mostanában már ilyen. De nem adom fel. Megjelentek az első kései laskák. Nem is nagyon úgy néz ki, hogy ezek már azok. Hát szerintem azt le is szedjük. Kis zsengék. Ezek még. Ha mondjuk belőle találnék még többet, akkor azt mondom, hogy oké. Ezt a őzlávazós történetet már kezdem elengedni. Már hiszem, hogy lesz még. Jaj. Na viszont ez nagyon kis szép. Belőle tal is van. Fú. Na, hát ebből kérem még sok. Rendes fesztivál hangulat van az erdőben. Hát így néz ki a petrezselyem gomba. Akkor, amikor már nagyon öreg. Már régen nem jó persze. De emlékeztek, ez a fa volt az, ami vastagon tele volt. Itt van még egy fa. Ez még jobban látható, hogy mi, amikor már elöregedett. Nem kevés mennyiségű van ezen is. Ez mind-mind közönséges petrezselyem gomba. Ez, amikor még szép fehér, akkor ehető. Ez már olyan fás. Ja. Kicsit hamarabb jövünk, akkor ebből még tudunk vinni. De ezt itt hagyjuk. Ezt nézzétek, milyen frankó kis völgyet találtam itt fenn. Nagyon sokat voltam én már erre, de ide még nem jöttem be soha. Kicsit átnézzük ezt a helyet is. Van egy csomó kidőlt fa. Hát lesz egy kis laska. Háttérben pedig halljátok, hogy a bemondó éppen nekem drukkol. Na jó, nem? Valami futóverseny van egyébként. De hát már szürreális az a szint, ami egyébként itt van. Szóval minden négyzetcentiméteren autók állnak. Rendes tömeg van, mintha valami fesztiválon lenni. Hát úgy gondolom, hogy egyébként ezt már nem bírja el az erdő, de hát ki vagyok én, hogy ezt majd mondjam. Rengeteg tapló,
néhány laska. Habár ezek már sajnos nem jók, meg van száradva, főleg így a széle, fás. Sajnos ezt itt kell hagyni. Mondjuk eső sem volt mostanában már egy ideje. Viszont elég páras az idő, főleg így éjszaka. Azt hittem, hogy azért ennél több gomba lesz, de ez most nem az az időszak sajnos. Hát ezt itt hagyjuk, de azért megyünk tovább, mert fa az meg még van bőven. Galambgomba. Ebből már láttam egy csomót amúgy. De a galambokat nem ismerem meg. Nap első és egyetlen nagy ízláv gombája. Rommá száradva. Ja, hát sajnos ezek már nincsenek. Ez ennyi volt. Marad is itt. Szinte ez mind a spórapora. Egy durva. Rossz már? Persze, hát nézd meg. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Hát könnyen lehet, hogy ez volt az idei utolsó gombászós tartalom. Mint látjátok, nem sok gomba van már az erdőben, vagyis akar, csak hát azért sokat kell érte menni, és elég hamar sötétedik is. Úgyhogy mindegy, lesznek még tartalmak, meg lesznek videók, csak hát lehet, hogy a gombászós az már nem biztos, majd még meglátjuk már, és a Jóci barátommal beindulunk, akkor lehet, hogy még egyszer-kétszer kijövünk, de ez már úgy nem az igazi. Hát nézzétek, ennyi, ez mind a mai. Beleütök néhány tojást, aztán tojásos gomba lesz belőle. Egyébként rohadt frankó helyen vagyok, nézzétek meg. Na de ez már ennyi. Úgyhogy, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat látni, akkor nyomjatok egy feliratkozást, a lájkot azt mindenképp nyomjátok, hogyha tetszett. Ha pedig valamilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne, akkor kommentben várom. Jó erdőjárást, menjetek, ameddig még ilyen szép idő van, mert ez most már tényleg csak hetek kérdése. Találkozunk legközelebb, sziasztok!